Bár már csábító a jégfelület, azonban a katasztrófa védelem mérései alapján még nem alkalmas korcsolyázásra a sóstói tó. A folyóvizeken minden esetben tilos, az állóvizeken pedig csak a kijelölt helyeken szabad a jégre menni, ott, ahol a terület tulajdonosa vagy üzemeltetője megfelelő vastagságúnak ítélte a felületet. A katasztrófa védelem szakemberei most még türelemre intik a téli sportok szerelmeseit, ám az időjárás előrejelzés szerint hétvégén a szélcsendesebb helyeken mérhető akár -20 fok segítheti a jégvastagodást. Várjuk meg a hétvégét, mit hoz az időjárás, hiszen mindenképpen híznia kell ezeknek a vízfelületeknek. Éppen a szerda délelőtti órákban a sóstói tavon végeztünk méréseket. Itt 8 és 10 centi között van a jég, ám ez még sportolásra nem feltétlen alkalmas, tehát mindenképpen szükséges az, hogy tartós mínuszokban még tovább hízzon a jég. A szakemberek kellő elővigyázatosságra figyelmeztetnek és kérik, hogyha egyik társunkkal mégis megtörténik a baj, hívjuk a 112-es segélyhívó számot. A bajtársunkon vagy a sporttársunkon úgy tudunk leghamarabb segíteni, hogyha hasonkúszva, széttárt kezekkel közelítjük meg a balesetet szenvedett társunkat, és hogyha többen vagyunk, akkor láncot is alkothatunk, szintén hasonfekve, az előttünk lévő lábát megfogva. Mindenképpen arra is felhívnám a figyelmet, hogy ne közelítsük meg teljes mértékben a beszakadt jégfelületet, hanem akár egy bottal, kötél vagy esetleg nadrágszíj segítségével ki tudjuk őt húzni a bajba jutott helyzetből. A jégen mindenki csak saját felelősségére tartózkodhat. A katasztrófavédelem szakemberei azt tanácsolják, soha ne menjünk egyedül korcsolyázni. Fontos, hogy testhez simuló, több rétegű, lehetőleg kis nedvszívó tulajdonságú ruhákat válasszunk, és mielőtt rálépünk, egy bottal ellenőrizzük az előttünk lévő jégszilárdságát.